Falvakkutató Alapítvány Országkutató csapata. 1998-ban kezdte az emlékfutás a Hősökért programját, amelynek az a lényege, hogy alkalmat ad a honvédség is a lakosság kapcsolatának a alakítására, alkalmat ad egy-egy település kulturális életének a felpezsdítésére, és alkalmat ad értékteremtésre, melyet az alapítvány művészei közvetítésével valósít meg. Az emlékfutásaink 150 és 300 kilométer hossz között változnak, ezzel is utalva a 48-49-es forradalmi szabadságharc jubileumára. Általában jellemzően évente kettő emlékfutást valósítunk meg, május tájban a Magyar Honvédelem napján, vagy a május végére Európa szerte ünnepelt Hősök napján, és október első hetében az aradi vértanúk ünnepén. Az emlékfutásaink, amerre megyünk, általában mindig egyfajta kölcsönös tisztelgéssel járnak. Ez azt jelenti, hogy az országkutató csapata, illetve az alapítványunk tiszteleg az adott településnek a hősei előtt, egy koszorúzással, egy szalagkötéssel, és a település pedig egy emlékszalagot köt az országkutató futófájára. Az országkutató csapatának az elnöke Vég Ferenc vezérezredes úr, nagykövet úr, és a Magyar Honvédség különböző katonai szervezeteinek az állományából tevődik össze önkéntesen, és eddig kb. 300 futója volt. Jellemzően 30-35 futóval tudjuk teljesíteni egy-egy alkalommal ezt a távolságot. Ebben az évben egy különleges dolgot választottunk. Két nap alatt három országban négy köztéri alkotást adományozunk, és ezt kössük össze a futókkal, és a futókat is meg is dolgoztattuk, ugyanis öt alkalommal, öt településen, tegnap négy, ma pedig egy településen, úgynevezett haderőpróba programot valósítunk meg. A különlegesség ennek a mai programnak az, hogy Székesfehérvárot a katona című elismerés avatásával kezdtük, mégpedig a minden Székesfehérváron és környékén szolgáló katonák, illetve bárhol a világban, de Székesfehérvárra született katonák emlékére állítottunk emlékművet, melyet a város polgármestere avatott fel. Azt követően tegnap este Szlovákiába mentünk át, ahol Csicsó településen Csáky Pál miniszterelnök helyettes úrnak adtuk át az Attila királyunk emlékművét, ugyanis azt gondolom, hogy a Felvidékednek azzal tisztelgünk, hogy az ő azzal, hogy most három emberöltőnyi távolságban a magyarságokat meg tudták őrizni ilyen szinten, ahogyan megőrizték, most példa a mi számunkra, hiszen most az Európa Unióban együtt vagyunk, és ha akarik, hanem a magyarok kisebbségben vannak egy Európai Unióban. Ma Mosonmagyaróváron Görgei Artúr emléktáblát avatunk, szintén egy nagyon nagy hiányt pótlunk, hiszen Görgei Artúr egy nagyszerű tábornok volt, országszerte ismert a vitája a 48-49-es vezetéssel, magával személyesen Kossuth Lajossal is, és ennek ellenére mostan kezd kirajzolódni, hogy tulajdonképpen mint ember, mint hadvezér igenis jelentőset alkotott, és arra a házat tesszük az emléktáblát, ahol ő 48 decemberében otthonra lehet néhány napig. És meghívjuk, negyedikén meghívjuk Burgenlandból Trautmann-Dorf települést, akik a Bécs-Budapest szupermaraton keretében nagyon sokat tettek a Magyarország kapcsolatok ápolásáért, és ők kapják a köztéri alkotást. Úgyhogy így áll össze a programunk, amelyet a futók eddig sikeresen teljesítettek, köszönve az együttműködő településeknek és városoknak.